Üdvözöllek, Adamka. Magának csak főnök vagyok. Tudom, de még az anyád halló távolságon belül van. Remélem nem okozol csalódást, Don. Te is tudod, hogy mik a következmények akkor. Potter Albert. Likvidálhatatlan. Nem tudok neki golyót adni, uram. Tehát nem tudja végrehajtani a feladatát. Hívd össze a sereget és öld meg Pottert. Mert ha nem... golyót kapsz, Don. Potter Albert. Ugye tudod, Albert, hogy nem ez az utolsó találkozásunk? Eljön még az az idő, Albert, amikor én ide felakasztalak és jót röhögök rajta. De én már felnőtt vagyok, uram, nem kerülhetek ide vissza. Gondolod ezt te? Én mást gondolok. Ha én azt akarom, Albert, akkor te visszakerülsz ide 60 éves korodban is, kis barátom. Én Cornel Alfredius bíró vagyok. Potter Albert ügyvédje, meg én leszek. Elnézést a késésért. Szalariumban voltam. Már megbocsásson, Dumbledore, de úgy tudom, maga csak egy igazgató, nem ügyvéd. Hát, ami azt illeti, Alfredius. Kettőt találhat itt mindenki, hogy mennyire leszarom. De ha valakinek ez nem tetszik, golyót kap. Bocsánat, kimehetnék a WC-re? Itt szarsz be, vagy golyót kapsz. Hallgassuk meg azért az ügyvédeket is. Az ügyvéd, baszd meg, én buzi vagyok. Hogy őszinte legyek, kedves fasz, már kezd elegem lenni az egészből. Én nem félek magától, Dumbledore, érti? Nem ijedek meg a nagy golyóitól. Na hát először is. De addig nem félsz a golyóimtól, amíg nem szemezel az egyikkel. Másodjára nekem pont van egy intézetem, a DOC. De szükségtelennek tartom, hogy ez a ribanc bejöjjön velem. Csak felidegesítene. És golyót kapna mindenki a környezetemben. Az egész kibaszott évben olyan idegbeteg lennék, hogy az mindenkire káros hatással volna. Potter bejön az intézetbe, és én a szárnyaim alá veszem. De Potter már nem mehet oda-vissza, hisz már felnőtt korú. Hú, bazd meg. Na most van elegem, te is felbaszol, az a ribanc is pofázik, amivel golyót akartok. És csak ő a barátnőm, öcsém. Egész jól néz ki, haver. Ha neked ne tetszem, mert lefingal a geci. Na most már kust legyen, gyerekek. Rohadtul megfasztam, szóval most rövidre fogom. Aki nem fogja be a pofáját, azt az üres széket baszom hozzá, gyerekek. Na a lényeg az. Halál úr, kérdezzetek valamit! Pofáztam az előttek is, gyökér gyerek. A rohadt életbe. Igazából van egy sejtésem, hogy miért is vagyok én ideges. Attól az a rózsaszín ribanc kurvára idegesít. Ahhoz az érzéshez tudnám hasonlítani, mikor tudod, hogy van egy szálka, a seggedbe te nem tudod kiszedni. De mindig van egy megoldás, gyerekek. Fájdalmas, de megszünteti a problémákat. Akkor most én jövök. Bátor ember. Tehát Potter Albert, beszívtál az éjszaka folyamán. Van róla fogalmat, hogy ez mit von maga után? Maga azt fogja mondani, hogy golyót kapsz, Potter. Ugyanek a gyereknek milyen igaza van? Ezek a képek megidegesítenek, golyót akarsz, festmény? Hát te mi a faszt, bámuszi, nem lehet gondolkodni, te is golyót akarsz, festmény? Isten ments, uram. Az a Leonardo da Vinci nem tudom, mit képzelt magáról. És te mi a fasz, bámulsz a Mona Lisa, azt szép a mosolyod? Az összes festmény golyót kap, ha nem húz el innen. Golyót akarsz? Tessék. Úgy értem, maga nagyon csinos. Potter Albert. Ha tudnád, mióta vártam erre a percre, őt akarsz, Voldemort. Don Dumbledore. Megmondtam, hogy Potter Albertet nem bántjuk. Ennyire golyót akarsz, csötét nagy úr? Dumbledort vádoljuk azzal, hogy trokot akar csempészni a rendőrségtől. Neked annyi. A faszom! Csak a mosdót kerestük, Alfredius! Szard már le, Albert! Ezek ratyik. Gondolod, Albertkém, hogy ezek érnek valamit ellenem is a golyó ellen? A vádat emelne két golyó mínusz a táramból. Egyet annak, aki írja, a másodikat meg annak, amelyik felemeli. Ha nem haragszanak meg, én most elmegyek WC-re, Dumbledore, hol találom a toalettet? Nem is tudom, mi van most a velemmel. Szóval, ha megkérhetem, Dumbledore, mondja! Nem mondom. De beszarok, Dumbledore! Elég kellemetlen, Dumbledore! Nem emelünk vádot! Ó, akkor egy pillanat megkeresem a kulcsot. Egy kis pillanat. Köszönöm, Dumbledore! Nagyon nehéz! Te most ide fingottál? Életlenül! Akkor végül is tök mindegy, most már ide is szarhatsz. Szóval igen, füvet akartunk lopni. Van egy mondás, Albert, mi szerint? Megérdemeljük az életet, de mindenki kap előbb-utóbb egy golyót. Nem tudom, érted-e, mire akarok kiukadni. Tehát gondolom, valaki meg fog halni a közeljövőben, igaz? Így van. Gondolom én. Nem. Akkor valamelyik haverom? Úgy gondolod? Nem tudom.
Nem baj. Maga most mi a faszról beszél? A golyó elmondta, hogy ki lesz a következő áldozat. A golyó megsukta nekem a fülembe, Albert. Nem pattog meg, golyót kapsz, hülye gyerek. Faszt kapogsz, én is kapogok nálad. Mennyi bunkó ember. De a golyóból több van. Most nézem, te turkálsz a pofámba, hagyjál már. Jó reggelt, gyerekek. Az újonnan érkezetteknek szeretnék egy kis biztatást adni. Golyót kaptok, hogyha nem viselkedtek jól. És az új tanáratok is, doktor Jen. Köszönöm. Nagy bejelenteni valóban van nektek, gyerekek. A buzik idén állami támogatást kapnak. Szóval akinek nincsen pénze, vallja magát buzinak és kap lóvét. De aki beismeri, hogy buzi, golyót kap. Szóval lehet dönteni. Éhen dög lesz, vagy megdög lesz. De igazából egész hamar felmértem a helyzetet. Aki tapsolt, az buzi. De azért megkérdezem, van köztetek buzi? Jelentkezzen! Hát a Dumbledore, hát nem tartja furcsának, hogy egy 2 órája született gyerek irányítani akarja magát? Már meg ne haragudjon, de szerintem ez eléggé ördögi dolog, nem gondolja? Ne hallgasson erre a némberre, Dumbledore! Gondolja, Ádám, még golyót is adok neki. Először Potter Albert-tel végezzen, utána mondom a többit. Nem fog csalódni bennem, főnök. Oké, de most tegyen le, aludni szeretnék egy kicsit. Értettem, főnök. Óvatosan, még nagyon pici vagyok. Köszönöm, Dumbledore. Ne sírja, Miklóska. Potter Albertnek ez a sorsa, golyót kell adnom neki. Amelyik akar itt golyót? Amelyik akar itt golyót? Lőrinc, tanár úr! Hát tekintetbe véve Lőrinc úrnak az előéletét, nagyon valószínű, hogy ő lesz az. És doktor Jenő, minek hozza ide is azt a kurva pálinkát? Pálinka? Hát kínáljam, ma meg golyót kapsz. Batmannek is adjon. Van egy mondás, miszerint golyót kapsz, ha még egyszer meglátlak. Lazúzzunk innen. Az Assassin's Creed nem játssza ki saját magát. A legsötétebb gyanúm igazolódott be, Albert. Ezt nem hagyjuk annyiba. Megkeressük Ádámkát. Hívd ide a biztonsági öreim. Előtte őket már mikor? A picsába. Ez egy nagyon rossz szokásom. Most mi legyen, igazgató úr? Reális megoldást keresünk, Albert Kim. Megkeresem Ádámkát, szerelmet vallok neki és eljegyzem. Attól biztos megenyhülne a szíve. Vagy harcolunk. Ez milyen könyv, Dumbledore? Ez egy katonai túlélő kézikönyv arra az esetre, hogyha valakit meg akarnak támadni és meg akarja védeni magát. Csak egy gond van ezzel. Pár év olyan ideges lettem, hogy leúztam ezt a szart a WC-re, lementem érte a csatornába és még szét is lőttem. Szóval ezt is basszhatjuk, más megoldást kell keresni. A világi fazon. És ez még csak a kisebbik probléma. Már egy hete nem mostam kezet. Csúszik a revolver. Ubazd meg. Most akkor mit csináljunk, Dumbledore? Hát nekem semmi ötletem nincs, hát árulj el, mit gondol. Elugrunk a kocsmába. Mikor indulunk, Dumbledore? Albert Kim. Hány éves vagy, fiam? 22 leszek. Akkor magadtól kéne már letörölni a nyáladat. Csak izgulok. Én csak akkor szoktam izgulni, hogyha nővel vagyok. Bár emlékszem, még nagyon régen. Az érettségére készültem, és rohadt ideg voltam, bizony. A tételhúzásnál viszont... nem csak azt húztam elő. Gondolom előhúzta a Stukkert, igaz? Egy Colt M1911-et. Gondolom sikeresen leérettségizett, Dumbledore. Hát nem tudtam leérettségizni, mert kinyírtam a bizottságot. Na menjünk a kocsmába. Úgy be akarok kurni, mint a szemét. 28 év. 28 éve nem ittam egy rohadt kortyot, Albert. Úgyhogy ha nem maragszol, helyetted is iszok. A te feladatod pedig az lesz, hogy minden alkohol tartalmú lettyöt megkeresel és megitatod velem. Ugye mondanom se kell, hogy mi lesz akkor, hogyha nem teszel eleget a kérésemnek. De Dumbledore, nem gondolja, hogy egy picikét sok lesz? Nem erészeld meg kérdőjelezni az agyam jól működését. Meg se fogom érezni. Kezdődik a buli. Már elég lesz, Albert. Így áll csak. Azt mondta, nem erre megkérdőjelezni az agyad jól működését. Azt mondtad, ha nem itatom meg veled az egészet, golyót kapok. Nem kapsz golyót. De most nem vagy beszámítható gyökér. Lehet, hogy józanul golyót adnál emiatt. Nem bírom. Na, fejezd be az okádást, tűnni kell. Nem kapsz golyót, esküszöm. De most be vagy baszva, nem vagy beszámítható. Hülyeség, amit mondasz. Köszönöm, Albert. Én vagyok a feles herceg. Ért jöttél ide, Steiner úr? Nem tudom, hogy mondjam el. Értem. Csak nem golyót akarsz, mert amiatt ne szomorkodj, Steiner úr. Csak egy szavadba kerül, és már is golyót kapsz. Amióta megláttam Albertet, szeretem, de ő nem viszonozza. Hát erre van egy nagyon egyszerű magyarázat, Steiner úr.
azóta, amióta élsz, buzi vagy, Albert megrohadtul nem buzi. Beszéljen vele, hogy szeressen, mert golyót kap. Ez olyan dolog, amit nem lehet golyóval elintézni. Ugye? De most vagy jól célzol, vagy picsa szarul. Látod, a barátaid is azt mondják, hogy ennek semmi értelme nincs. Nem kell senkinek sem megsérülnie. Ki merészeli szídni az anyámat? Batman tanár úr, örülök, hogy látom ilyen késő este. De hát még el is ismeri, hogy szidja az anyámat. Ezt becsülöm magában, Dumbledore, de betelt a pohár. A kurva anyádat, Batman. És még van pofád? Golyót akarsz? Két lehetőség van, golyót akarsz, vagy golyót akarsz? Golyó! És tudod, hogy nem a játék golyókra gondolok? Úgy veszem észre, Dumbledore, hogy ideje volna magának kezet mosnia. Batman professzor úr! Maga golyót akar. Tudod, te mit tettél velem, Batman? Golyót adtál nekem sok-sok év, és azt hitted, hogy most megúszhat. Rossz volt a fülem, Dumbledore! Nem akartam magát megölni, de tudom, hogy hibáztam. Itt! A mennyországban! Adjon megbocsátást! Ez nem a mennyország, hanem a pokol! Ez nem a pokol! És én vagyok az ura! 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 És én vagyok az ura!